folytassuk is a játékot. Ott tartottunk, hogy a kettes járatot kell optimalizálni. Ami nagyon be van dugulva, tehát... Ez mocskosul be van dugulva itt. És akkor nézzük a statisztikákat. Szabad idő még csak 32. Ingyenes közlekedés a szabadidő központokhoz. Meg egy kis reklámkampány, hogy ez legalább fogok. Biztosan, tehát szó se joga. A kérdés csak, hogy mennyivel. Hát a hármas vonal az szegényke. Ja, most 12 000 forinton nem vacakulunk. Termeli szépen a mínuszt. Viszont azért egy GLX2 helyett... Ide elég leszel te is. Ja, a hatosra meg még nem. Nem indítottam buszt. Hihi. A hatodik leszakadó szalagi videót azt nappal kell elkészítenem, mert ilyenkor már kicsit bomlik a figyelem. Bár ha belegondolok, főiskolás koromba hányszor volt, hogy ilyenkor még iskolát készítem, akkor inkább ne elvegyítsük fel. Voltak szép dolgok, de... A nagy többséggel ellentétben én azért annyira nem sírom vissza azt a...
nézzük ezt a hatos járatot. Ez is fogja ám termelni a kezőt. Elefántot. De azt hiszem, ha ugyanazon az útszakaszon másodjára megy végig, akkor már nem. Vagy valami ilyesmi van. Nézzük, csak nézzük. Vásárlás 44. Szuper, ezt a pár buszt itt még. Csinálok egy kis iskolai imázsnevelőt. És valószínű ez akkor csak valami különösokból a vásárlás meg a szabadidő vissza nem esik. Igaz, hogy nagyon kicentiz, hát azért annyira nem, de negyedik év közepére megvan a három csillag. Megjavarjuk még el, de ezt innen már nagyon nehéz elszúrni. Persze nem biztos, hogy meg lehet állapítani, mert pedig van a busz. Ha senki nem száll le, akkor nem látunk változást. De meg se állt, igen. És akkor trükközünk egy kicsit megint. Ingyenes közlekedés a tanulóknak. Nem érdekel, hogy rontja a pénzt. Növelje a népszerűséget. Lesz az a 40. Most pedig várunk, hogy mérési pontnál milyen százalékos értékek jönnek ki. A hatosnál is szépen növekednek. Hát, ha ennyi mégsem elég, akkor indítunk még egy iskolabuszt. Merre is vannak itt az iskolák? Magától nem frissül. 49-et
kettő. Ez is iskola? Nem lesz valami. Szóval biztos, hogy középület lehet. De nem menjünk be. Legyen egy kis igazi iskola lesz. És beindult. Nézzük meg az érezt. Mínusz 4 pezó. Jó. Kihozta majdnem 0 szaldósra. Van a következő hónap elején. Vannak az százalékos értékek. És végre láttunk egy jó, és végre.
sok, de mindegy. Nem túl sok ez, sőt. Alá ne tudom, hogy sőt. És győzelem. Küldetésed utolsó feltételét is teljesítetted. Ja, igen. Most a következő három küldetés megnyílik számodra. Értem már. Tehát ha az elsőt teljesítjük, akkor a következő küldetés lesz elérhető. Ha két csillagot kapunk, akkor a következő kettő. Ha háromat, akkor a következő három. És gondolom, ha valakinek az a célja, hogy minél hamarabb le tudja mind a 15-öt, nem kötelező mindet végigcsinálni. A következő harmadikat megcsinálja, ott megint felold hármat, és így tovább. Jó, lépjünk ki. Itt voltunk most. Hát itt egy kicsit be van glitchelve az írás, nem baj. Itt a négyes. Elég sokan vannak. 8 év alatt kell 3 milliós cégértéket, ez egy 9000-es városnál nem fog nehézséget okozni. És 30, illetve 40-50 százaléknak kell munkába járni, az se szerintem. Nem azt mondta, hogy következő hármat. Hát... 3 meg 3 az szerintem nem 4. Jó. Teljesen mindegy. Mondjuk nem értem ezt a jelenséget. Mindegy. Úgyis mindet végig játszanánk. Pontosabban játszanám. Persze, aki kedvet kap hozzá, és sikerül beszerezni a játékot, az... csak ajánlani tudom, hogy kezdjen el vele játszani. Aki szereti az ilyen menedzselős, szimulációs játékokat, az főleg, ha még a tömegközlekedést is, annak szerintem ez egy ideális játék. Na, de nem szaporítom tovább a szót. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!